Én élek egy olyan életet, ami nincs. Tehát én élek egy olyan életet, amit a társadalom 50%-a sose fog aláírni, sose fogja odaírni, hogy ez rendben van, sose fog, majd itt is, ha ez alatt vannak kommentek, akkor majd az 50 -a az lesz, aki az én életemet offolja. Ezt hogy lehet elfogadni? Hát ilyen az ember túlél. Szerintem méltossággal, tisztességgel próbálok egy nagyon nehéz életet abszolválni, amivel én ki tudok állni, én egy őszinte alkat vagyok, én el tudok számolni az életem minden egyes pontjáról. 16 éves korom óta ülök az ágyam szét, és gondolkodom, hogy ki vagyok, miért vagyok, miért velem történik, miért így történik, ahol ebben az országban a transz ember én vagyok. Én rólam van 1802 óta leírva, hogy ez a kislány ez küzd a nyomorával, és egyébként meg milyen neked ezt csinálják És ez egyébként? A három igazság mai vendége Novák Angéla, üdvözlünk, szeretettel. Szia Angéla, hello, Tom, milyen a szabályok? Három boríték, három színes boríték, ezekben vannak azok a témakörök, amiket mindenképpen szeretnénk átbeszélni veled, és te döntheted el, hogy milyen sorrendben haladjunk. Azt viszont nem, hogy mennyi idő áll rendelkezésedre, de nagyjából 7 percig megszoktuk válaszolni. Három. Jó, te is tedd ezt. És aztán itt van a te igazságod, de ez majd csak a végén jön, ezt akkor Kíváncsi mondjuk szak. föl. Jó, akkor kezdjük a sárgával. A kovanda ruhájával, de egyébként ah, az az én boríték. Egyébként van, az van, a az Tomihoz tehát Igen, egyébként neked kellett volna, de, de most mindegy, mondanád. az most már így, így alakult, hogy az enyém került bele, és ez pedig így szól. Mi az igazság? Milyen volt életed első 16 éve? Hát én egy boldog, nekem volt egy boldog gyerekkorom, ami, amivel semmi baj nem volt, tehát tényleg azt gondolom, hogy felszabadult volt, szeretett családban nőttem föl. Budapesten nőttem föl, Bud ugye? Hát nem, érd Érden laktunk, ja, Pestre. Pestnek számítom magam, mert óvodába, iskolába érd, Pestre jártam. Tehát a szocializációs közegem, meg a baráti köröm, meg a, ahogy, ahogy én alakultam, az egy pesti. Kötődés. De egyébként érdelaktunk, a, a családi ház ott volt. És egyébként vidéki szüleim vannak, mezőkövesben egy kis faluból, Tardról származnak a szüleim. Tehát tulajdonképpen vidéki szülők által nevelődött gyerek vagyok Pesten, pesti szocializációs közeggel. Ezt ki szoktad bocs hangsúlyozni, hogy hogy vidékről származnak a szüleid, és bár te érden és Pesten nevelkedtél, de hogy valamiért ez mégis fontos a te életedben. Hát azért, mert hogy, mert, hogy én, én pesti életet láttam már, de ugye mindig ö, ö, Számomra értelmezhetetlen Érték ez a. Volt? Nem, nem hanem hogy értelmezhetetlen ez a pont ez, hogy látom az embereknél, hogy van egy vidéki értékrend, és akkor ők azt szeretik, vagy az a jó ember, vagy a Pesti a rossz ember, vagy a Pesti a jó ember, vagy a vidéki. Tehát, hogy nekem ez nincs meg, mert ebből egy mixet kaptam. Tehát kaptam ebből is egy kicsit, meg abból is egy kicsit, és nem volt ennyire így. Nem jártunk nagyon vidékre, mert dolgoztak a szüleim, tehát egyébként egyszer gyerekkori apró emlékek. Tehát nekem ez a nagy szülőkről nincs aktív. Élményem, anyukám ö, szülei meghaltak, mire én éltek, élt, ö, vagy ö, megszülettem apukám ö, szülei éltek, de velük nem volt valós, tehát ők vidéki nénik, bácsik voltak, akiket ritkán láttam, pár évente nem volt valós nagy szülei élményem, Ez sajnálom is, ez szerintem rossz, hogy az, 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 az nekem, aki valamikor beszél a nagymamájára, a nagypapájáról, ilyen, ilyen elfogódottan, az nekem mindig egy ilyen hiányérzet, hogy hát, de jó, mi lehet az. De úgy szó, hogy, hogy nekem ebből így lett egy ilyen mix, tehát hogy nyilván egyértelműen vidéki szüleim vannak, akik azokat az értékeket, ha, ha így akarjuk mondani, képviselték vagy élték egy pesti élet során, egy pesti környezetben. Egy dolgot tisztázzunk azok kedvére, akik az élettörténetedet nem tökéletesen jaj, jaj. ismerik. Ugye ebben a periódusban Van a ilyen. 16 éves korodik, te kisfiúként nevelkedtél. Én nem kisfiú életet éltem, én egy gyerek életét éltem, tudatlanul egy gyerek nem definiálja magát. Kisfiúnak, kislánynak, akkor definiáld magad, hogyha anyuka mondja, hogy igen, Bercike, te kisfiú vagy, igen, Zsuzsika, te kislány vagy, jaj, nézd, ő a kisfiú, ő a kislány. Van egy ilyen fajta, de egy gyerek ezen nem gondolkozik, ebben nincs egy tudatosság, ő annak éli meg magát, aminek éli meg. Én is annak éltem meg magam. Benne nem volt semmifajta én nem tudom, hogy velem baj van, és hozzá kell tennem, nyilván ez a 80-as években ö, volt Budapesten, ott nem volt az egy olyan közeg, ahol arról a felnőttek például bármilyen visszajelzést adtak volna, hogy esetleg velem nem oké valami. Tehát én úgy jártam óvodába, iskolába. Ezt érezsz? Hát nézd, ha, ha, nem oké van, hanem, ha az, hogy én egy gyerek, kisfiúból, kislánynak nőttem föl, azért az nem hétköznapi. Az egy, az egy Kifejezetten. De ez azt mit jelent, gondolom, csak, hogy én értsem, hogy belül nőttél föl kisfiúból ki? Én azt szoktam mondani, hogy én nem tudom milyen nőnek lenni, én nem tudom milyen férfinek lenni. Én azt tudom, hogy én milyen vagyok, én ilyen vagyok, amilyen. És hogyha ezt a világ nőnek látja, akkor ezt nőként kell definiálnunk akkor is, ha bizonyos emberek azt gondolják, hogy ilyen nincs, ez nem történhet meg, ez ilyen-olyan-olyan nem tudom, problémák miatt van. Mert hogy nálam nem volt semmi, tehát az én szüleim abban ügyesek voltak, hogy ugyan egy ponton, amikor ez már kristályosodott és egyértelmű volt, hogy én egy kislánynak növök föl, és ez egyértelmű lett, de ez sokáig húzódott. Tehát én, én öntudatlanul értem gyerekként. Én voltam, százszor elmondtam, én voltam az általános iskolába. az a fiú, akit egyébként lánynak csúfoltak, és egyébként a lányokkal játszottam, és a lányok közé tartozónak véltem magam, és a gyerek társaim is annak. Tehát a fiú kiközösítettek, mert én egy lány vagyok, de én én ezt nem értem meg. Tragédiának, mert soha egy napig nem akartam közéjük tartozni. Mm. Én azt, azt hit. És a ha a úgy nézik akkor ez egy hát, szerintem A, a nők a nő az alkalmas arra, hogy bármit elfogadjon. Nyilván ennek ilyen genetikai, meg meg ö, 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 evolúciós oka van, hogy szerintem egy nő arra van kitalálva, hogy elfogadja, hiszen szül majd egy gyereket, akit el kell fogadni bármilyen is. Tehát egy nő alkalmas arra, hogy bármit elfogadjon, bárhogy elfogadjon. Tehát a nők soha egy percig nem Jelezték azt, hogy én ne lennék közéjük való, vagy nem fogadnák el az én életemet úgy, ahogy van. Egy szem, egy akkor mondjuk ki, egy transznemű nő vagyok a, ebben a világban, és ez olyan érdekes, hogy ez az utóbbi tíz évnek a, a vívmánya. Egy én nem, régen, nem, nem, én régen egy átoperált nő voltam, Aha. egy nő lettem, szerettem volna azt hinni, hogy én egy nő vagyok, az ami. Nyilván ez kell egy spirituális gondolkodás, hiszen kell ahhoz, hogy azt higgyük, hogy, hogy ez lehetséges, és te, természetesen tudom azt, hogy én élek egy olyan életet, ami nincs. Tehát én élek egy olyan életet, amit a társadalom 50 a sose fog aláírni, sose fogja odaírni, hogy ez rendben van, sose fog. Majd itt is, ha ez alatt vannak kommentek, akkor majd az 50 százaléka az lesz, aki az én életemet offolja. Úgy az első pillanatok. Ezzel mindegy, hogy valahol azt milyen vagyok, mit mondok, mit teszek, mit gondolok, mit szeretnék, bántok valakit, vagy nem bántok valakit a nulladik pont lesz hogy az lehet elfogadni? Ezt hogy lehet elfogadni? Hát ilyen az ember túlél, próbálja túlélni az életet. De de, 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 akkor te túléled az életet? Hát, már bocs, hogy így én kérdezem. Jó, én jó. Csak mert, mert, ezt kijelenteni szerintem nagyon erős mondat, valószínűleg sajnos igaz is, hát nézze, hogy ez az emberek éve, megmondjuk az... a te életed nem létezik. Igen. Szóval ez, ez nem a, nem a bolygó, ez a bolygón így van. Csak egy picit, mert te mondtad, hogy érdről a 80-as évek környékéről kezdünk el följönni. Szerintem a felismerésben, mert ugye úgy hangzott az első kérdés, a hogy 16 milyen év. volt az első 16 év. Én azt gondolom, hogy éppen te mondtad az előbb, hogy az elmúlt tíz év vívmánya, hogy definiálódott a transznemű állapot. Hát a, a, akkor az elején benned nem volt semminek a tudata. Ne, nekem nincs másságtudatom. Egy... Aha. Tehát, hogy én úgy élem az életemet nulla éves korom óta, ahogy. Amikor a három éves unoköcsém odafordult az anyámhoz, és azt kérdezte, hogy de ugye az öcsi nem fiú, hanem lány, akkor az anyám megsemmisült a nappali közepén. És ez akkor a gyereknek a tisztállátása, vagy esetleg egy olyan helyzet, ami egyértelmű, azoknak, akik egyértelműnek akarják látni, és akik a homokba akarják dugni a fejüket, pedig nem létezem vagy nincs egy ilyen lény. Milyen érdekes ez is, hogy aki, aki rendben van magával, az nem férfiaknál az... látom ezt. Uh -huh. Igen, hogy aki a igen. saját heteroszexualitásában stabil, és és elégedett, és megkapott mindent, amire vágyott, és tudja, hogy honnan hova tart, és ki ő micsoda, annak nem, nem esik nehezére engem annak kezelni, ami vagyok, ahol esetleg fóbia van, vagy kétségbeesés, vagy kérdőjel, jelek vannak, ott, ott érdemes kutakodni, hogy az mert visszatérve az alapkérdésre, az első 16 évre, akkor én azt jól értem, ugye, hogy de... Tudatlanságban telt. Tudatlanságban, de kiegyensúlyozottságban. Abszolút. Abszolút. Megmondom, hogy volt egy elfogadó közeg, tehát nekem soha senki nem jelentette azt vissza, hogy ebben baj lenne. Mondom, a fiúk jelezték, hogy nem akarnak velem focizni, de hát sose akartam velük focizni. Tehát, hogy ezt nem éreztem problémának, tehát így visszanézve ilyen típusú jelzés volt, de egyébként volt egy szerető barátnők, nem tudom én, család, aki elfogadott. És akkor nyilván, amikor középiskolába kerültem, akkor egy olyan középiskolába mentem, nagyon furcsa és meglepő módon olyan ahol kizárólag lányokkal jártam együtt, és akkor hát ők el, úgy volt olyan osztálytársam, aki elég korán élt, és akkor ők már úgy nagyon pasisztak, nagyon élték az életüket, és akkor nyilván a társadalom kényszerít arra, hogy te valahogy definiáld magad a szexualitásodban is. És akkor ezt nagyon sokáig nyilván tudat alatt toltam el, mert éreztem, hogy lehet, hogy ez egy ingoványos talán. Lehet, egy nem nem tudtam, csak valami, mondom, volt egy ilyen, hogy én sokáig toltam el azt, hogy én bárkitől bármit akarnék, vagy kire hogy nézek, vagy kire és akkor volt egy nap, amikor be kellett látnom, hogy a, az középiskolai osztálytársnő jött az elég helyes kékszemű szőke barátja, és így megfogalmazott bennem, hogy akkor elé mikor fog jönni egy ilyen. Tehát az volt az első, amit így fel tudok idézni, amiről így, így azt gondolom, hogy meg persze nyilván gyerekkoromban a szomszéd kisfiúval mi papás mamásat játszottunk, és nyilván én voltam az anyuka, és ő volt az apuka, aki dolgozni jár, de ezek is tudat alatti levő, sem semmilyen fajta nem tudom, és nyilván az volt a nagyon szerencsém, hogy ö, amikor ö, az az egész változás konkrétizálódott, vagy én kimondtam a száma, onnantól kezdve nem támogatott mondjuk a család, vagy édesanyám nem támogatott. Ez volt nagyjából 16 éves korod körül. Igen, 16 éves koromban igen. volt, de, de, de addig nem semmilyen fajta ö, presszió nem ért, hogy én feleljek meg annak, aminek nem tudnék megfelelni. És az mondjuk édesapukámnak a nem is tudom, bölcsessége, szeretete, figyelme volt, hogy, hogyha őszinte vagyok, és őszinték vagyunk egymással, akkor édesapám lányoként szeretett. Soha egy napig nem merült föl, hogy gyere, édesfiam focizzál, vagy gyere, csináljunk ezt, csináljunk azt. Viszont amikor azt kértem, hogy barbi kanapét építsen, akkor kiment és barbi kanapét épített. Tehát egy klasszik apalánya szerető kapcsolat volt, óvóvédő, és amikor, amikor, én realizáltam azt, hogy velem mi történik, és ennek adtam nevet, és, vagy pontosan abban megtaláltam a nevét, hogy transz Akkor, és odáltam a világ elé, hogy én úgy érzem, ez vagyok, és velem ez fog történni, hogy én egyszer egy felnőtt egészséges nő leszek. Akkor, akkor édesanyám ezt elutasította, édesapám pedig azt mondta, hogy oké. Okay. De édesanyámat választotta a az elutasításban. De ez te az hát természetesen nincs rendben, csak... Hát csak a... amilyen elfogadó vagy te, azt nyilatkoztad, apukám ugyan mellettem áll, de mégis a mamát választotta abban az hát nézd, utó, én, én, akkor ezt el, én, 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 azt is elfogadtam, hogy anyám elutasít. Igen. Hát én azt gondolom, hogy egy 16 éves gyerek tulajdonképpen már majdnem felnőtt, ott csodálatosan van egy támogató család, mm. és ha kitalálod, hogy nem tudom, mi a hobbit vagy mit szeretnéd csinálni, vagy kék akarsz, akkor vagy támogat anyád, apád, és ha meg nem, akkor már tök felnőtt vagy, és kész vagy Megoldani. Tehát én voltál? 17 évesen fölálltam abból a családból, és hátra se nézve eljöttem, és azt mondtam, hogy ez az én életem. Ha ők ebben nem akarnak részt venni, akkor nekik nem kell, én a saját életemet fogom élni. Hú, Eset, itt most én... sajnos nekem mond, uh, mond, mond. három, három uh, gyerek a Igen. Uh, egy nagyon picit. Honnan? Ez a te véleményed, a te toleranciád, Honnan? és ezt messze menő kitiszteletben. Hát, megélt... A te megélt tapasztalásod. Én apaként mondom, uh -huh. hogy attól, hogy a gyerekemnek mi a szexuális orientációja, mi a neme, vagy azon változtat, Nekem ettől ő még a gyermekem. Ez, természetesen. Eh, és ez, ez gondolom. Ez, bocsánat. Ez gondolom. Semmiben be, nem, nem befolyásol, mert a apa-gyerek viszony. Hát ez egy ideális helyzet, amiről most beszélsz, Egy ideális helyzetben egy anya és egy apa az bármi történik a gyerekével, támogatja, megpróbálja megérteni, és, és kíséri az útján. Ha, ha, nem tudja. De ez a kötelség. Aktívan, akkor passzívan. van. Hát, ez nem is változott az elmúlt De ez ö, ö, annyi történt, hogy én 17 évesen, egyszerűen röviden mindenhol elmondtam, 17 évesen fölálltam, négy évig nem beszéltünk egymással, négy év után történt egy olyan változás, amikor édesanyám odaáig eljutott, amikor már szerepeltem televíziókban, és olvasta nevemet újságcikkekben, hogy lehet, hogy akkor ezzel a gyerekével mégis csak van valami dolga, és akkor lehet, hogy kellene ezt neki megértenie, és akkor tulajdonképpen onnantól szent a béke. Tehát én azóta egy, 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 egy Kázi rehabilitációban élek a, a családommal, ö, ö, az a szüleimmel, teljesen támogatóak és szeretnek és részvisznek az, az életben. életben négy év egy sokkot, amit. Hát négy év kardinálisan hiányzik az életemben. Hát Nekem abban a négy évben nyilván úgy, most ezt úgy mondtam, hogy ha nincs melletted támogatás, akkor képes vagy 16 évesen, 17 évesen fölállni a világgal szemben. De ha van, akkor természetesen gyerek vagy, tehát nekem szükségem lett volna egy családi, aki azt mondja, anyám vagy apám, hogy gyere, fogjuk a kezedet, és akkor menjünk egy olyan úton, ami nem tudjuk, hova vezet. Kicsit előre rohanunk, lejárt a hét percünk, itt technikainak lennem. Mert szerintem erre majd még az egyik borítékban visszatérünk, melyik szint szeretnéd, mert a sárgát kilőtted. Ja, akkor piros. 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 Na, az, 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 az a helyzet. Kizáráson haladok, majd arra is vagyok, a zöld. hogy melyik kérdés. Angela, ja. Mi az igazság? Milyen volt az a nyolc év átmeneti időszak? Hát, bocsánat, hát akkor pont jókor jött ki a kérdés, mert pont ennek a közepén voltál a négy év. Tehát te 16-17 évesen. Eh, Kvázi elválsz a szüleitől, négy évre önmagad maradsz, ez milyen volt ez a négy év? Túlélés. Túlélés. Egyik napra, a másik napra. Gyerekként egyedül maradtam egy olyan helyzettel, mert most 2023-ban beírod az interneten, hogy transzsexualizmus, vagy transzexuális ember, vagy tra transznemű ember, akkor sok mindent ki fog dobni. Látod, hallod, működik, orvosok, bárkik, emberek beszélnek. Ez akkor nem volt, nem volt internet. Én egyedül voltam egy olyan problémával, ami azt gondolom, hogy hogy bárkinek a, 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 bárkinek feladat lett volna, akkor is, ha van egy támogató család. Erre mindig azt szoktam mondani, hogy az én spiritualitásom az onnan jön, vagy az én spirituális hitem, vagy a jó Istenbe vetett hitem az onnan jön, hogy én egyedül maradtam 17 évesen, egy felnőtt világgal szemben egy olyan súlyos problémával, aminek nem láttam az út, kiút, nem láttam a kiutat. Nem azt tudtam, hogy megpróbálok, élet, nem megpróbálok életben maradni, megpróbálok oda eljutni, ami van a fejemben, annak akkor is, hogyha ezt nem támogatják. De hova mentél? Gyakorlati részét nézzük. Nyilván hol egyszerűen megpróbáltam barátokat, ismerősöket gyűjteni, és a jó Isten olyan szempontból mindig támogatott, hogy mindig küldött egy olyan barátot, akinél lehetett aludni, aki azt mondta, hogy figyelj. Jó, hogy ez abban. ennyire volt É, én, és én úgy, Abszolút. Mm -hmm. Tehát én, én 17 évesen egy bucsúlevet és azt mondtam, hogy az volt a terv, hogy találtam egy ismerőst, aki Németországban élt, és mondta, hogy kimeltek hozzá, és ott ismeri ilyen embereket, és ott majd vannak orvosok, és majd segít abban, hogy én eljussak az operációig. Ez aztán nem jött össze. Magyarországon maradtam, de, de nyilván ezt onnantól a nem néztem vissza. Természetesen soha többet nem fejeztem be az iskolát. Na, Tehát, ezt akartam hogy kérdezni, én többet hogy, azt nem, fejeztem be? Mert azt olvasom nem Én, fe, én felnőttként mint jártam gimnáziumba, 30 évesen érettségiztem, mert ott az, abban az időszakban, hát a magyar, nem tudom, iskola rendszerben nem lehetett azt mondani, hogy akkor engem holnaptól szólítsatok Zsuzsának, és akkor én holnaptól egymás személyazonsággal járok iskolába, és fogadjatok el, és vegyetek benne részt. Úgyhogy ez volt ma az opció. Mondjuk volt akkor egy belvárosi tanulóda nevezetű intézmény, ami de a deviánsokat járatta iskolába, vagy oda lehetett járni a drogosoknak, a nem tudom, a kirekesztetteknek, a bárminek. Oda felvételiztem, nem vettek föl. Azt mondták, hogy hát nekem valószínűleg más dolgom van most, mint hogy gimnáziumba járjak. Tehát ez így kimaradt akkor pár évre, ez így próbáltam túlélni egyik napra a másik napig, és nyilván próbáltam Egyrészt feldolgozni, hogy velem mi történik. Én ki vagyok. Velem, ez miért történik? Ezt mondják meg orvosok, ügyek orvosok előtt, akik meg tudják mondani. Baj van, hogy persze. Hát hogy, hát, hogy, ennek meg volt már akkor a tudományos háttere, mert hát sokáig... Hát a Szerzer előtt ültem úgy, mint genetikus előtt, és ő mondta azt, hogy, hogy a legfrissebb kutatások szerint akkor riban pár éve találták meg, tehát hogy ez sokáig a transzexualizmus, ez egy identitás volt a pszichológiában, tehát csak elmebetegségnek volt definiálva. És akkor ott pár évvel az azelőtt, amikor voltam a CZR-nél, akkor mondta, hogy akkor találták meg Amerikában bond boncolva ezeket az embereket, a fizikális elváltozást az agyban, a hipotalamusban, ami miatt, a fizikális elváltozás miatt már nem identitás zavar, hanem fejlődési rendellenesség Definíciója. van vagy Éppen ma már ugye TB támogatott, a nem átalakító műtét. Én TB-re csináltattam, tehát volt egy, volt egy kis pillanatnyi kapu, lehet, hogy csak miatt, nyitotta meg a Jóisten, lenézett és mondta, hogy hát te nem fogod azt most el nem fogod tudni, úgyhogy egy kicsit megnyitom. igen, tehát volt olyan, amikor ezt TB által finanszírozott, helyreállító műtétnek hívják most már, tehát hogy, hogy igazából nyilván azért van ennek egy, hát most 23 van, tehát egy 70, 50-es években voltak az első átoperálások, kutatások, nyilván azóta foglalkoznak ezekkel az emberekkel, tehát azóta van tapasztalatunk avval kapcsolatban, hogy ezek milyen, ezekkel az emberekkel mit lehet csinálni, ezek mennyire bolondok, mennyire nem azok, mennyire, mennyire változtathatók, mennyire élik túl az életüket. Hát és a jól tudom, te voltál talán a harmadik ember Magyarországon, akin ezt a műtétet végrehajtották? Hát Szegeden. nem. Aki, aki Szegeden műtött, annak Szegedem én voltam volt a, a harmadik. Ja, úgy volt a Tehát harmadik. volt még előtte is műtét. jó, de azért az 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 Magyarországon. Hát ez konkrét emberkísérlet volt akkor. Ezt de... akartam kérdezni, hogy nem féltem, amikor ez... ott mentél, és akkor mi nem, van, hogyha nem, nem élek túl, vagy hát mi hát van, ilyes, ha, nem olyan, ha halálosan beteg vagy, és találsz egy orvos, aki azt mondja, hogy nézze, hölgyem, nem tudom, hogy sikerül-e, megpróbáljuk, akkor odafekszel, és Bocsánat, azt mondja, hogy Említetted az agyat és az agya agyban való elváltozást, amit ja. felfedeztek. Innen már értem, amit az elején mondtál, hogy kvázi betegség. Nem betegség, hanem egy elváltozás, tehát ez másképp fejlődött ki. Ezt úgy kell értelmezni, hogy aki ezzel a problémával szembesül, az belül a tudata az egyik nemű, és találkozik, a, a testével, ami, ami nem az a, a nem. Tehát a hipotalamuszban a hipotalamusz a szexuális központja. A szexuális központja ezeknek az embereknek a boncolása ő, a alkalmával kiderült, hogy ezeknek az embereknek a szexuális központja az én tudata az az ellenkező nemű hipotalamusz. Tehát itt van egy kép, ahol a férfi, aki ilyen a, női, a nőké nőki olyan. Tehát egy ö, tra, egy olyan trans nő, aki én vagyok, tehát egy férfiből nőnek, érzi magát is nő lett embernek, egy női én tudata van, és arról nem lebeszélhető, tehát én lehetek öngyilkos, lehetek bolond, tehát nyilván száz ez évvel ezelőtt játszok akkor én egy bolondok házában ülök, vagy már megöltem magam. Ö, ö, vagy pedig a testemet passzintják ahhoz. Tehát ez egy tulajdonképpen, amíg a műtét nem történik meg, addig ez egy tartós, lelkileg elfogadhatatlan diszkomfort érzés. Tehát ez, 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 ez a persze, nem értem, a hogy melyik vagyok én, amit a látok a tükörben, persze. vagy amit érzek persze, a fejemben. Persze. Hát azért sok, sok sokan a mind a mai napig nem olyan, nem olyan országban élnek, nem olyan körülmények között élnek, vagy ezen változtassanak. Azok öngyilkosok lesznek, azok hát. bolondokházában végzik. Angela, látlak magam előtt, 17 évesen egyedül, mint az újad vagy, a családtól elzárkózva, elvágulagosan, teljesen egyedül keresel albéletet, barátokat, megélhetést, azért Enni kell, inni okay. kell. Okay. És a testvéred ott volt, mint támogató, legalább ebben, miközben keresed a lehetőségeket, hogy hogyan tudsz, ugye, egy boldogabb élet felé? A testvérem a... ott volt támogatóként, volt. de igazából egy ideológiai támogató volt. Tehát ezt mondta, hogy szeretlek testvérem, vagy puszi. Ennyi. Ő bágy, ő, növérem, ő, növérem, növérem 13 évvel idősebb. 13 évvel idősebb. Nyilván gyerekei voltak, kisgyerekei voltak, saját élete volt, tehát ő, nem, ne, ő, ő se folyt bele ennél jobban, mint amennyire kellett volna. Várjál, akkor te azt élted meg ebben, mert a kérdés, megint a kérdéshez megyek vissza, ez az átmeneti periódusa az életednek. Te azt élted meg valójában, hogy kivételektől eltekintve valaki vagy negatív módon reagált, vagy pedig azt mondta, hogy értem, 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 és egy picit jobb azért, ha távol tartom magam tőled. Minden, minden, szerintem mindenféle ember van. Aha. Tehát, hogy, hogy, hogy ez, ez mind a mai napig egy, egy nyilván nem sok ember szaladgált transzneműséggel. Tehát a, az egész világban levő kétségbeesés a transznemű emberek inváziójával kapcsolatban teljesen indokatlanak érzem. Tehát egy tök, tök iszonyú pici százalék a, a populációnak a bolygón, és ezek mindegyik-egyik nyomorultabb, mint a másik életúttal, szerencsétlenül szerencsétlenül körülmények közül. Tehát ezek küzdő emberek, akik próbálják túlélni a saját életüket. Tehát hát igen a te életed és a történeted az a küzdelemről szól valójában, Én és bán, az az ami, hát és ez, ami a leg... ez tanulságosabb az egészben tehát, hogy és erről akartam beszélni, és egyébként azt hiszem, hogy a Laci kérdése az ehhez kapcsolódik valamelyest, és nem akarom elvenni tőled a borítékodat, de hogy, szóval, hogy, hogy azt úgy szeretném leszögezni, hogy hogy egy picit kellemetlenül érzem magam, mert ezer éve ismerjük egymást az Angélával, és hogy nekem mindig az volt az érzés, ha ma műsorba behívtuk, vagy bárhol ő beszélt az életéről, hogy még mindig ott tartunk, és elnézést nem fogsz megsértődni, mint hogyha egy ilyen cirkuszi mutatvány lenne. Hát hogy nem na, Itt mindig, van a, a férfiből átalakult nő, leginkább. és akkor hú, csodálkozzunk rá, és nézzük meg jól, és hogy akkor hú, tényleg akkor, de most nő vagy, vagy férfi, vagy miközben nő vagy, most már ezer éve, és minden Jó, hát hivatalos van. is tudás utálok, na, Szóval, hogy. Te nem egy cirkuszi mutatvány vagy, hanem egy. Ember, aki küzdött egész életében, és Na, elérte tehát, hogy azt, új... hogy nagyjából jól érezze magát. Abban a pillanatban, amikor én kiálltam a világ elé, és ez egy érdekes dolog volt, mert a, a körülményeim miatt színpad került elém, mert úgy alakult az első párom, ez egy táncművész volt, mondta, hogy milyen csinos vagy, milyen szép kislány vagy, lehet, hogy te tudsz táncolni. Elkezdtem táncolgatni, tehát jött valahogy egy színpadi jelenlét, öntudatlanul nyilván érdekelt, meg szórakoztatott, de valahogy színpadra kerültem, majd aztán elkezd, az egy kicsit tovább fejlődött. Elkezdtem úgy fellépegetni, hogy ahogy egy mondjuk egy meleg bárban sót lehet csinálni, vagy, vagy művészként jelen lenni. Ezzel együtt nyilván lett egy olyan pillanat, hogy egy színpadon álló ember Utána elkezdenek érdeklődni emberek, figyelmet generál a produkción túl is, hogy ki ez, miért olyan, miért nem olyan. Na mögöttem van egy elég különleges életút, tehát nyilván érdekelte az emberek, hogy ki vagyok. És volt egy pillanat, amikor el kell döntenem, hogy... Én vagy egy önéletet választom, mert a transznemű emberekre azért az a jellemző, hogy ők megbújva élnek a társadalomban, nem látod, nem tudod, meg nem, tehát ne, nem kiállnak a világ elé, és nem, nem akarnak róla beszélni, nem részt akarnak venni, ők nőként, férfiként szeretnének valahogy integrálódni észrevétlenül. Tehát én ebben szélsőség vagyok, nyilván valamiért biztos ebben van utamküldetésem, tehát egy kicsit én válasz, vállaltam egy ponton azt, hogy mivel nincs másságtudatom, mivel nem gondolom, hogy velem baj van. Én szerintem méltossággal, tisztességgel próbálok egy nagyon nehéz életet abszolválni, ö, amivel én ki tudok állni, én egy őszinte alkat vagyok, én el tudok számolni az életem minden egyes pontjáról, nem tudtok olyan kérdést föltenni, amire én nem tudok válaszolni, vagy nem, nem állok készen egy, vala, egy átgondolt ö, ö, dologgal, tehát nincsenek olyan vakfoltjaim, amit én nyilván egy ilyen élet azért egy önismerethez vezet. Tehát én azért 16 éves korom óta ülök az ágyam szét, és gondolkodom, hogy ki vagyok, miért vagyok, miért velem történik, miért így történik, ahogy ez mi, mi, mit jelenthet, ez honnan jöhet, hova vezethet. Tehát, hogy biztosan, hogy foglalkozom avval, hogy mi, mi, mitől vagyunk olyanok, amilyenek mi emberek, nyilván Hozzákedem, egy filantróp vagyok, tehát én szeretem az embereket, engem érdekelnek az emberek, érdekel, hogy ki milyen, és nyilván van bennem kellő empátia a másságom miatt, a küzdelmes másságom miatt, hogy, 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 tudjam elfogadni a környezetemet, bárki is legyen. És ott. nagyon jó kvalitásaid vannak, tehát akár még a műsorvezetői székkel is szerintem kacérkodhattál volna, sőt, voltak erre irányuló kérések. Nagyon jól kommunikálsz, de ami meglepő, nagyon érzed az embereket. Tehát, hogy nem véletlen ez a spirituális vonal sem nálad, de ez, hogy missziódnak érzed. Múlt időben beszéltél az imént arról, hogy mindennek az eszménynek a felvállalását. Ideig úgy érezted, hogy élharcosan lesz. most egy kicsit visszább bújtál a házba, mert hogy nem beszélünk erről oly sokat, de most végre itt a lehetőség rá. Ám ami a legfontosabb is arra a kérdésre, amire már utalt is Tomi. Tehát ez az átmeneti időszakban, amikor az útkeresés volt. Voltak-e szerelmek? Elértek ennyi útkeresés és tépelődés között kapcsolatok? Hogy képzeljem el ezt? Hát valószínűleg az évet. igen. Tehát valószínűleg az, ö, abban láttam mindig biztosítva a következő napot, a következő évet, az életemnek a következő szakaszát, vagy hogy én elérhetem a célomat, hogy ebben találtam támogató barátokra, ismerősökre, párkapcsolatokra. Tehát nekem abban kivételes szerencsém volt, hogy én találtam olyan szerelmeket az életem során, akik engem. Ö, heteroszexuális férfiként tudtak nőként szeretni, nőként elfogadni, nem megkérdőjelezni, hogy én vagyok-e eléggé nő, vagy vagyok-e az, vagy egyáltalán, hanem látták azt a lelket, azt a spirituális lényt, azt az energiát, ami, 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 mert hogy azt gondolom, hogy nem azért vagyok nő, mert vizuálisan annak tűnök. Nyilván sokat számít abban, hogy, hogy az ember hogy mozog a hétköznapjaiban, de én azt hiszem, hogy amikor első nap az életemben női ruhát vettem föl és felszálltam a metróra. Az első nap voltam hétköznapi az emberek szemében, a vadidegen emberek szemében. Ott, ott álltam 17 évesen a hármas metrón, a Ferenc terén felszállva, és azt láttam, hogy első nap az, amikor én olyan vagyok, mint bárki más. Nem néznek furcsán, nem kérdezik, hogy ez fiú-e vagy lány nincsen egy misztikum, hanem egy voltam a sok közül, és akkor azt hiszem, hogy ha ez számomra a komfort, és a világ számára a komfort, és akkor az én értemben az a nagyon, nagyon vicces dolog mindig, hogy, hogy a mindenkinek a harmadik mondatájából már tudom, hogy, hogy ő neki van egy prekoncepciója, ő tudja, hogy én egy nő vagyok, és innen-onnan ismerés erő gondol, valamit, tetszik, nem tetszik, bárhogy, vagy vele állok, tőle veszem a paradicsomot, és azt mondja, hogy kezit csókolom, akkor mit adok? Oh, Margitka. És az milyen jó lehet, uh -huh. nem? Margitka. Hát ez nem jó, de hanem az, az a azt gondolom, hogy én jó, érzem, de... a, érzem, a, érzem a hogy, hogy én minden nap kapok arról bizonyságot, hogy abban a pillanatban, amikor valakinek van lehetősége belekötni, és én tudok rólad valamiöt, amiben beleköthetek, akkor azért azért szeretünk. Ah, és abban a pillanatban, amikor nem gondolom, hogy hogy lehet, nem tudom. A... Sajnos nem értek veled egyet, Na. itt közbe kell Iszonyú komolyat sérültél szerintem, teljesen normálisan a folyamatban. Téged támadtak, és ez teljesen természetes, hogy az ember miután támadják egy életen át, miután nem értik meg, pedig üvölt belül, akkor, akkor egyszer csak megtanul védekezni. Hé. Itt nem bántanak. Itt. Nem ülnék itt, ha azt értem, Egyébként én értem. És én a bántásban jó vagyok, tehát engem. A, de ezt akartam mondani, arra te, össz, te fel. Te erre vagy, te ja, erre vagy, erre vagy, erre vagy kiképezve, hogy, hogy arra talán egy picit kevésbé, ezt nem tudom megállapítani, de arra, arra talán egy kicsit kevésbé, hogy befogadjanak. Én inkább arra lennék nagyon kíváncsi. Mert ez olyan plastikus volt ez a kép az első nap a metrón, 17 évesen. Hogy ugye a kérdés arra vonatkozott, hogy az átmeneti időszak milyen volt. Hogy kell ezt elképzelni? Megtalálod nagy nehezen az útat, az átalakításhoz. Először is alapvetően jön a kérdés belőlem, bocsánat, járatlan vagyok benne. Fájdalmas? Szerintem nincs ami fájdalmas legyen egy olyan helyzetben, amit te akarsz. Aha. De közben lehet, hogy én egy szerencsés alkat vagyok, nekem szerencsém volt, nekem nagyon sok mindenben szerencsém volt, nekem sok mindenre a jóisten segítsége ámment adott. Tehát, hogy nekem sok mindenre nem lett volna esélyem, és mégis megtörtént velem, mégis itt ülök, mégis, mégis az vagyok, ami. Hello tehát, vagyok. Úgyhogy úgy, igen, igen, tehát, hogy engem nagyon sok mindenre támogatott. A fájdalmakról annyit, hogy én szerencsés voltam, nekem a műtétjeim nem fájtak, nekem jól sikerültek. én. Jól Mennyi működöm. ideig tartott maga 2002-ben operáltak. 2000-ben kezdtem el hormont szedni, és 2002-ben operáltak. Egy... Ennek akkor már megvolt a nemzetközi sztenderdje, hogy, hogy Igen. hogyan működik? Igen, tehát egy olyan orvos műtött, aki Németországban tanulta, és az, az én oldalam az egy, tulajdonképpen egy hüvelykialakításról van szó, betefészkem, méhem nincs. Nyilván hormonpótlásba beiratom, végig részesülök, de az egy teljesen egyszerű tablettával megoldott dolog. Tehát kvázi egy olyan hormonszinten ülök itt, mint mellettem a Vanda. Pont gyereket nem fog szülni. Tehát tulajdonképpen a szexuális életem van, a szexuális életre van alkalmas hátéve az ember. A, a, ezt például nem tudtam, bocsánat a járatlanságért. Eh, ahogy mondod, hogy gyereket nem, nem fog szülni. Igen. Eh, az ebben a folyamatban a szülővé válás. Eh, a folyamat előtt, folyamat után, mert ez is az átmeneti, ez, ez megjelent a fejedbe? Hát szerintem egy nő, egy egészséges nő életéhez kell egy gyerek. Tehát egy, egy nőnek a nőiségében, mondom, a kit kiteljesedésének szem része egy gyerek. Egy saját, egy szerzett, egy felnevelt, egy bárholan bármilyen. <hül> És akkor van egy életünk, ami dobja, vagy nem dobja, hozza, nem hozza. Ugye lenne egyébként mindig is vágytam, Mindig is vágytam, de, de nem alakult úgy az életem, és sajnos egyelőre már kezdek öregedni, úgyhogy lassan azon kell gondolkozni, nem biztos, hogy nagymamája szeretnék lenni egy gyereknek. Mert arra hogy eljátszottál hogy... el a gondolattal. Csak nyilván, a, a, én a az, úgy... én az első nap óta én, én, reménykedtem abban, hogy majd vagy az orvostudomány fejlődik, vagy, vagy alakul úgy, hogy lesz egy olyan párkapcsolaton férjem, akivel majd akár örökbefogadunk, vagy neki lesz, vagy egy csomó mindent, de egyelőre úgy úgy látszik, nem ez a dolgom a bolygón. Utána hát olvastam, egy csupán kilenc hónapra lehet beültetni a méhet, és azt utána abban nem lenné. kísérleteznék. Nagyon De ez szerintem a, a Tehát szerintem ez a fajta, tehát hogy egyszer egy újságíró ő, hívott föl, és akkor kérdezett valamilyen gyerekvállalásra, és akkor ott volt egy ilyen bevillanásom, vagy egy ilyen tiszta pillanatom, hogy nekem ebben az értelemben nem azért hiányzik, mert sose volt, hanem nyilván én ez előzetekben már voltam anya elég szerint, én pontosan tudom jól, hogy milyen anyának lenni, én pontosan tudom jól, hogy milyen szülni, én pontosan tudom jól, hogy az hiányzik, mert nyilván azt tudom, azért érzem, hogy hát az jó volna, az kellene, azt kellene megélni egy kerek élethez. De hát, ha nem, nem. Tehát el tudom fogadni, fel, fel, tudom dolgozni ezt a helyzetet, hogyha nem lesz, mert egyelőre úgy néz ki, hogy messze állok tőle. Jön az utolsó, ez rám maradt, mert a... <gül> az, <gül> az, első kettőt a Tomi meg a Vanda. Mi az igazság? Milyen lett az életed az átalakulás után? Hát figyelj, az átalakulás annyit hozott, hogy kaptam egy nullpontot. Egy start. Tehát onnan kezdődött egy valójában Igen, a sztori. Én, én igazából az életemet onnan számítom egy teljes értékű életnek, hogy akkor elkezdhetek gondolkozni, hogy jó, akkor itt vagyok, kispiri, Mit akarok? Ki vagyok? Mit szeretnék dolgozni? Hogy Ennyi szeretném az éves voltál, az életemet? amikor születtél? Amikor születtem, 20, 20, azon, 24 éves voltam. Úgy, én magamban 17 évesen azt mondtam, hogy ha 25 éves koromig nem tudom abszolválni az operációt, a teljes operációt, a teljes átalakulás, akkor akkor nem csinálom tovább. Amióta nullám vagy, uh -huh. x évem, mert akkor ki lehetne számolni, hogy hány éves vagy, most azt akkor nem mondom, de hogy azért most a szerencsére, szerencsére már azért régóta, igen, tehát így, így 102 évese. Na, szóval. Jó, tartod magad? tartod magad? És, és, és hogy mire jutottál, hova jutottál, hogyan teljesedett ki az életed? Mert azért egy ideig elég sokat láttunk a nyilvánosság előtt, egy ideje már azért kevesebbet, valószínűleg ennek is van oka, majd elmondod, meg tudatos, tudatos döntés, de hétköznapi életet élsz teljes mértékben? Ö, tehát tulajdonképpen a, a nulla ponttal igazából heuréka nem volt, de nyilván megkaptam azt a fajta, bármilyenek is látszom nyilván most, ö, de, de lett egy olyan, hogy a, a sündisznónak azért nagyon sok tüské lehullott mert már bárki bármit mondott, én már az voltam, ami. Tehát, hogy mindegy, hogy hogy bántottak, mindegy, hogy hogy vonták kétségbe az én életemet. Az én, a ha hazamegyek, és levetkőzöm, és beállok az zuhany alá, ott egy nő zuhanyzik. Egy nő életével vagy ha bemegyek egy női öltözőbe, és nem tudják az előértemet, akkor ott nem fog felmerülni, hogy velem baj lenne. Úgyhogy, és akkor az adott már egy olyan belső, belső nyugalmat, hogy, hogy akkor most ki, ki, én ki vagyok, tehát ki ez a nő, ki, ki akar lenni, mit akar dolgozni, mi szeretne lenni. Hogy nyilván akkor hosszú évek óta már álltam színpadon, tehát az egy ilyen evidencia volt, hogy én, én tudok, akarok, szeretnék, képes vagyok rá, ez érdekel, én színpadon akarok állni. Nagyon érdekes, mert hosszú évek nekik mondtad a műsorvezetést, igen, az érdekelt, de én mindig színésznő akartam lenni nekem. a tök érdekes volt, hogy, hogy én nem, mint saját, mert szoktatok, én az nézem ezt a műsort, és akkor szoktatok arról beszélni, hogy egy, egy műsorvezető az alapvetően, vagy egy riporter az alapvetően magából, ő nem szerepet játszik meg. Én. Ez így van. Na, én például szeretem, én szeretem azt, hogy, hogy, hogy a, én a színészetben szeretem azt, hogy nem létező embereket játszunk. Tehát én is szoktam mondani, hogy az én színpadi karakterem hosszú évek óta, meg általa, amit rám szoktak osztani, én valamitől ez a rossz nő szoktam lenni, a, a kurva, a, a nagyon feslett, a nagyon bátor, a nagyon a mindenféle. Barátom, yeah. A mindenve a <laughs> Barátok, a, minden barátok. olyan, Igen. ami egyébként nem vagyok. De nagyon szívesen um. és boldogan és élvezettel játszom, és dohányzom színpadon, és iszom, és vagyok az a nő, ami egyébként az én privát életemben nem vagyok. Én a privát életemben nem vagyok ennyire, ö, mindig azt szoktam mondani, hogy én egy szigorú ö, ö, asszony vagyok, tehát ilyen egy urinő vagyok, aki, akiben nincs annyi izgalom, meg nincs annyi festlettség, amit, amit egyébként, egyébként az a badi, amin van, az a külső. És akkor a színpad az egy olyan, hogy ott van egy adottságon, fizikai adottság, hogy mindegy, hogy mit gondolsz magadról, az jelent valamit a színpadról, és akkor te az leszel általában. Menned annyi tapasztalat van az átváltozásról és megformálásról, és annak a belső kényszeréről, ami, ami felbecsülhetetlen szerintem ebben a munkában. Nem késő, nincs ez lezongorázva, még lehetnek nagy szerepálmok. Laci is erre próbál utalni, szerintem. Hát... Ö... Lejátszott meg? Én, én, tulajdonképpen voltam, sok mindent csináltam. Voltam sok helyen. Most is egy színházban dolgozom egyébként, de háttéremberként. Mint? Amit hozott, én sminkes fodrász vagyok Aha. most egy nagy színházban, Budapesten. Ez színházban. lett egyébként a képzettséged is? Én, hát ez az évek alatt tulajdonképpen el, először is sminkelni kezdtem el, és akkor volt egy kedves, kedves barátom a Kazi Balázs, aki, aki szintén egy kollega, aki, aki szeretett velem dolgozni, és vitt magával mindig, és úgy kerültem a színház világába háttéremberként, és akkor gyere, akkor, akkor te hajazni is vagy képes. Tehát így jött tulajdonképpen, hogy én, hogy én egy alkalmas ö, háttérember is tudok lenni, aki én szívesen csinálom a színházat a színpadról is, meg szívesen csinálom tulajdonképpen mögötte is. Kérdezik, képes vagyok, alkalmas vagyok, van bennem alázat olyan szempontból, hogy én tudom a, 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 színpadon állókat is jól szolgálni, hogyha, ha, hogyha ha arra van szükség. Nem, nem, tudom, honnan indultunk el. On, onnan, is. hogy, hogy igazából -e, most mivel foglalkozol. Ja, hát, hát, hogy, hát tulajdonképpen ez egy kényszerhelyzet volt, mert az történt, hogy én hosszú évekig a színpadból éltem, én a színpadból akartam élni mindig is, én sose akartam, és nyilván ez egy sokrétű dolog volt. Tehát volt az éjszakai bárok élete, volt színházi jelenlétem, volt nyilván valamilyen fajta televíziós jelenlétem, mindenhova hívtak egy időbe, mindenhol is voltam az összes ponáltam álltam, ahol lehetett, az összes tévéműsorban álltam, ahol lehetett, és akkor, és akkor lett egy pillanat, amikor lett egy párkapcsolatom, amivel én másfél évre kimentem 2010 környékén Angliába élni. Ott nyilván lett egy változás, én azt hittem, hogy ott velem változik az élet, én majd ott folytatom, onnan visszajöttem, véget ért a kapcsolat, azt gondoltam, hogy lehet, hogy nekem mégiscsak, aki igazán élt külföldön, azt tudja, hogy mitől magyar, az mit jelent, az mit hoz, miben vagyunk mások, mint bárki más a bolygón, és akkor volt egy pillanat, hogy hát lehet, hogy azért mégis én csak egy magyar gyerek vagyok, és semmi nincs baj, meg ez valami. Volt. Ö, ö, volt honvágyam is, igen, pontosabban, meg, meg ez, hogy megérted, hogy az mi. Hogy az az, az, az az valahogy az, amit te itt ez, kapsz a ebben a, kis a flasztert flasztert medencében is. vagy hogy belédöntenek, az nem olyan, mint a japán, nem olyan, mint a kínai, nem olyan, mint a brazil, és nem olyan, mint egy a Pedig lehet, hogy könnyebben lehetett volna élned. Nyilván, csak akkor, akkor nem gondoltam, hogy nekem még itt nem lesznek soha többet lehetőségeim. Tehát akkor én kvázi volt egy jól működő művészi életem, amit én azt hittem, hogy hazajövök és folytathatom. Ebben az országban a transznemű ember én vagyok. Tehát nem azok, akiket nem ismerünk, akikről nem tudjuk, hogy azok, ok, hanem ebben az ezekben. Én rólam van 1802 óta leírva, hogy ez a kislány ez küzd a nyomorával, és egyébként meg milyen és neked ez egy teher ne? egyébként? Hát, vagy felelősség, vagy mi? Én azt gondolom, hogy ez én nem túli feladat az én életemben. Tehát az, hogy én a privát életemben mit gondolok magamról, hogy szeretnék élni, az, az, az egy, az egy típusú dolog, és az, hogyha engem ti fölhívtok, én ide fogok ülni, és akarva akaratlanul én nyilván képviselem az összes olyat, aki otthonul a, a televízió előtt majd is megnézés és utána írni fog, hogy figyelj, örülök, hogy láttalak, mert erőt adtál ahhoz, hogy. Vagy esetleg mintát adsz arra, hogy lehet így is mert azért most a social világban azért látunk már tanszteműeket, akik nem biztos, hogy a megfelelő példát mutatják, vagy nem biztos, hogy azt erősítik, hogy, hogy, hogy ez, 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 egy élhető élet. Szóval, hogy, hogy a, a abszolút van -e ebben azt érzem, hogy van egy olyan küldetés, ami, ami nem rólam szól, nem az én boldogulásomról szól, hanem arról szól, hogy, hogy én ennyit tudok tenni Magyarországon a társadalom. Mit látsz magad előtt? hogy amíg bejön a botox, <laughs> addig nincs baj. <gül> 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 És micsoda, hát, Csak akkor háború ne legyen, hogy a botok legyen, Igen. csak botok legyen. Jó, tehát a a, 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 botox, mint munkaeszköz neked nagyon fontos. Hát ez nem a nem munkaeszköz, hanem a, a létemhez. Tehát szoktam mondani, hogy, hogy én valaha szép voltam, és fiatal lesz, most már az orvosok tartsák össze. Úgyhogy, úgyhogy, de látom, hogy van élet a halál után, tehát hogy az arra is példa vagyok alapvetően. És én nem szeretem a, például a nőknek a hazudozásait erről, hogy ó, hát én csak a isteni krémtől meg Hát a nap, a napozás az Isten lesz. Szóval, hogy én én hiszem no, azt, mert hogy, akkor most hogy... engem, engem, mert én a vakhülye vagyok. Tehát, ha. tehát az, amit én látok, az botox. Hát én 30 éves korom óta és én mindent megteszek, hogy ez, ez még ott maradjon, ameddig maradhat. Mert Próbálok mint, nem Madonnává válni, nyilván, Vagy még az... hiszen ő, ő azért előttünk ő 20 évvel óta. mint hogy mit nem kell csinálni ma, hogy ne, ne jussunk oda, de én, hát nyilván egy, egy nő, egy oroszlán nő vagyok, aki egy valamit akarok. És nagyon érdekes, hogy, hogy, olyan sok minden, kitől meg szoktam kapni, hogy jó, neked vannak gondolataid is, te miért nem beszélsz, te miért mutatod nem. meg azt is, hogy van humorod, vagy hogy van, tudnál sok mindent csinálni. Hogy ez az élet, amit én élek, csak addig tart, és én mindig szoktam rögni, hogy nekem egy, fontos, én, nekem egy fontos, hogy szépnek látszódjak a kamerába. Tök mindegy, hogy mit mondunk, hogy most aztán mi hangzik el. Egy fontos, hogy én visszanézem, azt mondom, jó, ez egy jó Tehát, hogy nekem ezt kell tudni, ennyit próbálok a világban le, hogy nekem a nőiségemet muszáj minden nap. Hát, ha végre már megvan. Mert ugye? Hát, hogy vicces, hogy ugye szoktam mondani, hogy a színházban mondják, hogy a király az nem attól kire, hogy ő játsza, hanem hogy a környezet eljátsza. Tehát én akkor vagyok jó nő, hogyha a környezetem eljátsz, hogy én jó nő vagyok. Mi hmm. Mindegy, én mit gondolok magamról. Hát, nem biztos. Egyébként a, a, nagymamám mondta, emlékszem a mondására, és szerintem ez rád tökéletesen, igaz? Slágfertig. ja, jaj, jaj, hát de, ez ezt a szót. nagyon. persze. Tehát, -e? eh, hogy mondjam, eh, te parádriposztban, kommunikációban, mindenben ki vagy pattintva úgy, mint a legkomolyabbak. Ezen. Valószínűleg azért ez a színpadnak is köszönhető, ahol azért nagyon sok időt eltöltöttél. Tehát az... Hát az a szereplésben való rutin, az biztos. De egyébként na, nem, tehát hogy, hogy van, egy, van egy, megint visszatérek, hogy az én hit, istenhitem, vagy az én spiritualitásba vetett hitem, az onnan jött, hogy én most már elég öreg vagyok ahhoz, hogy azt lehet mondani, hogy eleget látott, eleget tanult, eleget tapasztal. De hogy, hogy nekem 17 évesen jöttek válaszok, és, és tudtam, hogy mit lehet, mit nem. Mit kell, mit nem, mi a helyes, ki, ki, kire, kire, kell, ki, kire kell hallgatni, kire nem, merre tartsak, merre nem, ne tartsak. Tehát jött egy külső támogató tudás, egy bölcsesség, ami nem az enyém volt, amire nem tanítottak, amit nem láthattam. Az egy támogatás volt, az a segítség volt. Abban én E, tudom, hogy erős vagyok, hogy, hogy, tudok valamit, meg az mindig azt szoktam hogy az én őszintességem az egy olyan erős, tehát mondta, hogy sok bántásért. Igazából nem ért bántást, Tehát hozzám, ez a nagyon klasszikus azért az ismertség, vagy a nyilvánosság megvédi az embert. Sose jött oda nyíltan hozzám senki, hogy te ilyen vagy, olyan vagy, amolyan vagy. De attól függetlenül a nyilván a józanságom, meg a józan eszem, azért tudom, hogy melyik bolygón ülök. Tudom, hogy ha kimegyek, akkor ott, ott melyik embertől mit várhatok, mert ez a, ez a túlélésem, tehát hogy nyilván egy transznemű embert olyan emberek fogják körbe, van, akik velem leülnek egy asztalhoz, és aki nem akar velem egy asztalhoz leülni, azokkal nekem nem lesz dolgom, azoknak hiába beszélek bármit is. Tehát én azokhoz beszélek, akik esetleg alkalmasak arra, hogy Jé, ez is csak egy ember. Hát példe, ez, ez volna ez a lényeg, abszolút. Hát ez volna szeretni. a lényeg. Igen, Itt nem tunk. olyan sok minden gondoltam, meg, amit mondtál. Ferelem. És még jön is még a te igazságod. Itt van. A hieroglifákért, bocsánat. Idézetek sorozata. Légy jég, légy kő, vaskéz, erő. Elizabeth, Musical. Ben, van egy, ben. Uh -huh. egy ilyen kis énekelt rész, ami, Igen. Ami, amit én, és olyan érdekes, mert ez nem nekem jutott az eszembe, de ez ez egy engem definiáló pár mondatsor, és én ezt szoktam másoknak is mondani. Tudod, mi az érdekes, hogy ez az őrült kettőség, hogy keményre edzetted magad, vagy az élet keményre edzett, mire nővé tudtál válni. Persze. És amikor elolvassa valaki azt, hogy ez milyen, milyen őrült kettősség ez is, hogy ugye a nő, a lány, a kecs, a, 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 a az óvandó. Ez, az, a musicalben ezt Zsófia, a Ferenc József anyja mondja a Ferenc Józsefnek egy adott ponton, hogy légy, légykő vaskéz, erő. De egy nő mondja a fiának. Tehát, hogy, hogy, hogy igen, nők, persze, nyilván én egy törékeny nő vagyok, én egy valamit szeretnék, Pista vállán összeomolni esténként. Tehát, hogy, és hogy pista. nyilván, Nem hogy mondtam. nincs Pista. Nincs Pista? Erős nincs, erős Pista? Nincs, nincs. Szóval, hogy, hogy nyilván ez egy nehéz helyzet az én, én, én életemben. Borzalmasan de... nehéz összeomlani, ha az ember keménységet szerez. Hát ne, nem is az, hanem, hogy, hogy nyilván én nagyon megszülöm, nagyon megválogatom, meg tisztában vagyok avval, hogy, hogy mellém nagyon faszacsávónak kell lenni, aki oda tud, mert akarálni, Tudni, merni, akarni kell. Már hát, mint a faszacsávóságot, azt abban érzed, nem? Hogy, hogy, hogy ő, hogy ő neki magának hát kell annak magának lennie. Kell nagyon annak lenni. Hogy... Két lábon állni. Hát mindent, igen. Ja. Két lábon állni, és tudni merni akar. Mindig ezt szoktam, hogy kérdezik, hogy nekem mi fontos egy férfiben. Tudni, mert ennyit szoktam, mert engem tudni merni akarni kell. Tudni kell azt, hogy igen, ez a nő, én vagyok életenője, az egy szükséges helyzet, mert egyébként az összes többi nincs meg. Mernie kell azt mondani, hogy igen, ez életem, ez a nő az életem nője, vagy ez a nő az a nő, és utána akarni kell, mert az akarás az az lesz, hogy az 50 százalék rá is vonatkozik a világ 50 a tehát ott fog a balát, család, kollégák állni, 50 ban támogatni fogják, és azt mondják, hogy á, ez egy milyen helyes nő, tényleg, az egy jó nő. És a másik fel azt mondja, ne, nah, hát hülye, buzi vagy, vagy mi van veled, vagy nehogy már, hát nem fog gyereket, unokát szülni. Tehát, és akkor az egy pasinak kell lenni, aki azt mondta, hogy felnőtt vagyok, tudom ki vagyok, és tudom honnét jövök, hova nem tartok, nem. én tudom vállalni a felelősséget, és volt erre precedens azért, hogy rájöttem, hogy az én vállalhatóságom az nem az én viselkedésemen múlik, az a pasi múlik. Tehát ha a pasi avval oké okay, és rendben van, és az a férfi azt érzi, hogy ez a nő, az a nő, és ki tud állni, és azt mondja, hogy ez a nő, akkor a világ rendben lesz vele. Ha ő maga nem érzi azt, akkor nem tudok, akkor nem leszek választva, mert sajnos engem fel fognak ismerni, az utcán. Lesz, lesz olyan, aki tudni fogja, hogy én ki vagyok, és akkor a, meg az ismertség, tehát azt meg a színházban látom a színésznőknél, hogy az meg megint nem segít, uh -huh. hogy te tudja tu, hát, Egyrészt nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél. Én is. A, a, nagyon okay. érdekes volt számomra, én vagyok a, a, a tanulatlan ebben. Egy ilyen utat, egy ilyen gírbegúrba útat utat a nullapontig, és utána... Végigérteni, végigérezni. Hát egyetlen egyet nem tudok a végén mondani, Na. hogy irigy lennék rád. Ezt fontosnak tartom elmondani, bocsánat, hogy azt, hogy a világban bármi divatból történik az LGBT-be, és annyira jó, hogy ezt most annyira jó, hogy ezt, lát, ezt mondtad a végére, hogy ezt látod. Mert igen, szóval azt szeretném jelezni, hogy ilyet nem csinálunk divatból, ne? ezt senki nem választja már buli. És, és a te mondatodat köszönöm szépen, hogy hogy látod, hogy, hogy ez ez nehéz, és természetesen azt gondolom, hogy mindenkinek kellene tudni vállalni, és kellene tudni szembenézni, de nagyon megértem, aki nem tud konfrontálódni, nem tud szembe menni családdal, barátokkal, kollégákkal, iszonyú nehéz, és iszonyú erő kell ahhoz. És azért, mert én kaptam a jó Istentől ehhez erőt, ezért teszem meg azt. Úgy mindegy, mindannyian ugyanolyan csontvázban élünk, mindannyian ugyanolyan sejtekkel és vérrel rendelkezünk. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Mi is nagyon. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Iratkozz föl, nyomd be a csengőt, és azonnal értesítést kapsz új tartalmainkról.